Tehát Csaba, Tóth Robert, azután, hogy most két adáson keresztül a Falak Őrei hadművelet és annak a következményeivel kapcsolatos dolgokról beszéltünk, kiderült számomra a hozzászólásokban, nem is csak ehhez a podcasthoz való hozzászólásból, sokból, hanem amit olvastam a magyar felületeken, akár újságoknak, akár különböző Facebook bejegyzéseknek az oldalain, a hozzászólásokból kiderült, hogy milyen rettenetesen nem ismerik ennek a konfliktusnak a történetét. Úgyhogy közös megegyezéssel elhatároztuk, hogy ezen a héten a konfliktus történetével fogunk foglalkozni, de ehhez vissza kell nyúlni egyáltalán Izrael történetéhez. És a te javaslatodra ezt az egész történetet ott kezdjük, ahol valamikor talán kezdődött, ami a Bibliában le van írva ugyan, de mi úgy tekintünk rá, mint a zsidó nép történetére, még akkor is, hogyha nincsenek minden részletéről archeológiai bizonyítékok, vannak, amikről már van, de nem mindenről. Úgyhogy nem Ábrahámnál kezdjük, de ha gondolod, kezd ott, ahol te jónak látod. Jó kérdés, hogy honnan lehetne ezt kezdeni. Tehát onnan kéne kezdeni, hogy tulajdonképpen mi Izrael? Mi Izrael? Izrael sok minden. Izrael sok minden. De az egyik dolog, ami biztos, hogy Izrael, az az államnak, a nemzetállamnak a prototípusa. Van egy kis nép, kapott egy kis országot, egy kis területet, és van egy bibliai parancsolat, hogy ne alapítson birodalmat, ne hódítson meg idegen népeket, de ugyanakkor ne is hódoljon be más birodalmaknak. Bocsáss meg, de ez abban a korban, amikor ezt datáljuk, az időszak nem a nemzetállamok, hanem a birodalmak ideje, és a Biblia szerint Ábrahám is egy nagyon fejlett birodalomból vonul el a családjával, és keres egy új hazát, és a nemzetállam gondolata tulajdonképpen őrületesen régen megszületik Izraellel kapcsolatban, mi aztán csak a 19. században újul meg mondjuk az európai viszonyok között, ha jól tudom. Igen, mondjuk ez nem teljesen pontos. Van egy ilyen új modern mitosz, ami szerint a nemzet, mint olyan, ez egy ilyen modern konstruktum, hogy leült 3-4 március ifjú, és kitalálták azt, hogy legyenek magyarok. Tudom én, március 15-e 1848 előtt nem voltak magyarok a világon. Le kellett üljenek ott a Pilvax kávéházba, és nagy gondolatokat dobáljanak a levegőbe, és akkor hirtelen lettek magyarok. Ugyan ez a modern narratíva. Most én egy kicsit karikatúraként ábrázolom, de... Igen. De ez a modern történetírás így áll hozzá a nemzet fogalmához, ami egyértelműen hülyeség. Tehát azok a generációk, akik még olvasták a Bibliát, a büdös rohadt életben soha nem jutottak volna egy ilyen abszurd következtetésre. Mert a Bibliában van egy sor nép, amik le vannak írva, vannak birodalmak, és ebben teljesen igazad van, hogy ez a nagy birodalmak kora volt. Ugyanakkor vannak népek is, vannak nemzetállamok, amik a saját területükön élnek, és Izrael ilyen szempontból nagyon érdekes jelenség. Ahogy Barbara Tuchman mondta, mi vagyunk az egyetlen nép, amelyik ugyanazon a területen, ugyanazt a nyelvet beszél, és ugyanazt a vallást gyakorolja 3000 év, vagy 4000 év óta. Ez egy. Kettő, Izrael olyan szempontból is fontos, hogy Izrael az összekötő kapocs, a régi világ, a sumér kultúrák, és ezek a régi kultúrák között és a modern világ között. Mi vagyunk tulajdonképpen az egyetlen összekötő kapocs. Az egyetlen nép, amelyik akkor is létezett, és magával hozott egy csomó hagyományt Úrból, ugyebár Ábrahám apánk, ezekből a birodalmakból, és átültette őket a modern világba. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy azok a népek, a modern népek, de modern beszélek az újkorba, a hollandok, az angolok, az amerikaiak, akik valamilyen szinten ellen akartak állni egy birodalomnak, azok mindig visszatekintettek a Bibliába, és a zsidó népet vették például, mint egy nemzetállamot, amelyik nem birodalom. Mi a különbség a birodalom és egy nemzetállam között? A birodalom az sok népen uralkodik, sok népen, sok valláson, sok területen uralkodik. Egy nemzetállam az egy kompakt egység. És úgy a hollandok, mint az angolok, a dicsőséges forradalom alatt, főleg az amerikaiak, az amerikai forradalom alatt, ezt vették például a zsidó népnek a példáját. Ezért van az a rengeteg zsidó szimbolika az amerikai érmeken, az amerikai parlamentnek, az amerikai kapitóliumban, az amerikai képviselőháznak a termébe, tele van ilyen zsidó vallási szimbólumokkal. Pont ezért, mert ez a nemzetállamnak a prototípus, amelyik nem akar birodalom lenni, ellenáll a birodalomnak.
Oké, teljesen mindegy, a birodalom, mindegyik birodalom nagyon jó szándékú. Én azt hiszem, még egy birodalom se avval jött a világra, hogy összedörzsölgették gonoszul a kezüket, és azt mondták, jaj, most csinálunk egy nagy gonoszságot. Még a nácik is próbálták úgy csomagolni az ideológiai terméket, mint valami fantasztikusan csodálatos gondolat, ami egy jobb világhoz fog vezetni. Minden birodalom ezt akarja. Mit mondanak a birodalmak tulajdonképpen? Van ez a kis, sok kis nyambat, nép, kis vacak, országok, meg minden állandóan háborúznak egymással, nekünk van egy zseniális ötletünk. A faj, a kommunizmus, az Európai Unió, vagy bármi hasonló. Csináljunk, vessük véget ezeknek a, ennek a békaegérharcnak, ahogy Mackendon Sándor mondta, a békaegérharcnak vessünk véget, majd egy birodalomon keresztül, egy birodalom alatt békét fogunk létrehozni. Hogy mi ennek a következménye? Általában egy diktatúra, egy sötét diktatúra, előbb-utóbb. És Izraelnek a történelmek következetesen az ellenállás ezekkel a birodalmakkal szemben. Oké, tudod, mert rengeteg gondolat jutott eszembe közben, miközben ezt mondtad, hogy manapság ugye az egész nemzetállam, mint valami rettenetes, elavult és rossz dolog jelenik meg, és valójában ezek az új birodalmak, amelyek megpróbálják a teritoriájukat növelni, ideológiailag birodalmakat, ideológiai birodalmakká válnak a globalizmus szent jelszava mentén, és ebből is érezhető, hogy Izraelnek a mai helyzete azzal, hogy csökönyösen ragaszkodik a nemzetállamhoz, az ezért is ellenérzéseket vált ki az úgynevezett progresszív vagy haladó világ szemében. A kérdésem az, hogy te hogy látod, hogy mégis az a gyökér, amihez mi kapcsolódunk ma a mai Izraellel, az szerinted a Dávidkor, tehát az izraeli királyságok idejére csatolható, vagy Mózeshez, amire viszont úgy érzem, hogy a valláson keresztül tulajdonképpen az emlékezés rendszere, ami a zsidó vallásnak jellemzője, a régmúltra való nagyon tudatos és rendszeres emlékezés az, ami indokolja azt, hogy Izrael az, ami ma is tulajdonképpen a zsidó népnek a hazájának tekinthetünk. Bizonyos szempontból a nemzet tulajdonképpen, ahogy én látom a dolgokat, a nemzet az nem egy genetikai kategória. Pont ez a különbség, pont ez a nagy tévedése a II. Világháború utáni történetírásnak. Ugyebár a II. Világháborúból levonták azt a következtetést, hogy volt egy nagy nacionalizmus, nagy német nacionalizmus, és akkor ez okozta a II. Világháborút. Közben nem erről van szó. A náciknak az ideológiai az egy nemzetek fölötti ideológia volt, ami alá befértek más árják, de nem féltek be a nem árja németek. Tehát ez az egyik hibája ennek a következtetéseknek, amiket a II. Világháborúból vontak le, és megismételték tulajdonképpen a másoknak a hibáját, egy újabb nemzetek fölötti ideológiát hoztak létre. Ez egyrészt. Viszont másrészt a nemzeti gondolat, nem egy genetikai kategória. Tehát azok, akik csatlakozni akarnak, mint például a Bibliában van jó pár ilyen személyiség, akik csatlakoztak a zsidó néphez, és a zsidó nép részévé váltak. Klasszikus példa arra, hogy létre lehet hozni egy népet gondolatokból, mint az amerikaiak. Az amerikaiak is egy olyan nemzet, amelyik nem egy közös genetikai csomag, hanem egy gondolat, ami nemzetét változtatta őket. Viszont harmadik részt mondjuk úgy, van egy komoly genetikai alapja is az egésznek, mert ha megnézzük a genetikai térképet a Közel-Keletnek, akkor teljesen világos, hogy a zsidók, ugye a szfaradiai, mint az askenázi zsidók, meg a palesztinok, akik itt éltek, na, mi állunk egymáshoz a legközelebb genetikailag. Sokkal közelebb állunk egymáshoz genetikailag, mint azok, akik Görögországba jönnek, vagy Olaszországba, vagy Észak-Afrikába, vagy a közvetlen környezetünkben, de nem itt. Tehát van ennek mégis egy genetikai alapja, ennek a nemzet dolognak. Tehát ez egy valós most dolog, ez nem egy mese. Most behoztad a palesztinok kifejezést itt ennek a népnek a megjelölésére, és ezt azért jó lenne tisztázni szerintem, hogy kik a palesztinok, illetve kik voltak a filiszteusok, amiből a nevük származik, mert azért ugye ez is a mai konfliktusnak egy ilyen alaptézise, hogy ki volt itt előbb.
holott valószínűleg nem ez a lényeg, csak ez is egyfajta ürügy arra, hogy lehessen azon vitatkozni, hogy ki ez a Föld. Tehát ott tartottunk még, és az, hadd nyúljak vissza a történetben, hogy ott tartottunk, hogy Ábrahámtól Mózesig ugye volt egyfajta belső vándorlás a mai Izrael területén, illetve átmentek Egyiptomba is. Egyiptomból kijövet, azt mindenki ismeri valószínűleg ezt a történetet, amit a zsidó liturgiában a Pesach ünnepe körül emlékezünk meg erről. Megérkeztek újra a régi Kánán, vagy Kánánnak nevezett vidékre, ami akkoriban nagyon bőséges termés, ez egy nagyon jó helynek tűnt, és ezt elfoglalták az a úgynevezett 12 törzs, akikből akkor a zsidó nép állt. Ez a törzsi felosztás tulajdonképpen Dávid és Salomon idején egyesül egyfajta izraeli királyságban, ami egy egységes országot hoz létre. Dávid ezt a területet eléggé meg is növeli. Ezt nevezik a virágkorának, pontosabban Salamon, tehát Dávid ugye megalakítja, vagy kiterjeszti a határait az Izrael államának, de Salamon az, aki felépíti a szentét, tehát az, aki a bőséget és a jólétet elhozza erre a földre és a zsidó népnek. És halála után tulajdonképpen amúgy is ismerjük, hogy mennyire képesek vagyunk egymást között vitatkozni. Ez a nép szétesik két államra, ugye Izrael és Júda királyságra. Jeruzsálem a fővárosa a Júda királyságnak, amit korábban Dávid alakított. Dávid vitte a fővárost Hebronból Jeruzsálembe. Salamon templomában van a szentély. Tehát tulajdonképpen van egy állam, ami már Salamon ideje után kezd szétesni, legalábbis két kisebb államra, amit könnyebben tudtak leigázni a babiloniak. Eddig jól mondtam? Nem, teljesen jól mondtad, csak kihagytuk azokat a népeket, akik itt éltek előttünk. Oké, akkor beszéljünk az itt élő népekről, illetve hát pontosabban Dávid idején is éltek körbe-körbe különböző népek. Akkor átadom a szót neked. Igen, talán a legérdekesebb ezek közül a népek közül a filiszteusok. Mert ugye bár a nevükből Herodotosznál először jelennek meg ezek a tengeri népek, ezek a filiszteusok. Valószínűleg egy görög, vagy a görögökkel rokon népről van szó, akik itt éltek a tengerparton, és hogy Isten igazából a zsidóknak soha nem sikerült leigázni őket, vagy elfoglalni a tengerparti városaikat. Tehát mikor a zsidó hódításról beszélünk, akkor nagyjából azokról a területekről beszélünk, ahol most a palesztin autonómia él és virul, a judeai hegyek gerincén, és a hegyek lábánál, de a tengerpartot és a tengerparti városokat ezek a filiszteusok dominálták. És tényleg van a palesztin történetírásban van egy ilyen vonal, amelyik megpróbál kapcsokat létrehozni között a görög nép és a sémita palesztinok között egyrészt, és másrészt ezek között a sémita palesztinok és a kánániak között, akik itt éltek Izraelben. Na már most ezt azt hiszem egyetlen komoly történész se veszi komolyan, nem mintha ennek bármilyen jelentősége lenne, de igazából senki nem veszi ezt komolyan. Vagy ezt honnan tudjuk? Látjuk a családneveiről ezeknek a palesztinoknak, hogy ezek a legnagyobb részük Arábiából érkezett ide, Egyiptomból, Arábiából érkeztek ide, és a legtöbb palesztin történész nagyon büszke erre, hogy tulajdonképpen ők a proféciának a székhelyéről származnak, és nem mindenféle helyi népeknek a leszármazottjai. Ez egyrészt. Másrészt a ma élő palesztinok közül igen sokan genetikailag kapcsolódnak azokhoz a zsidókhoz, akik mindig itt éltek, aztán, akik lehet, hogy ez a lakosság aztán áttért a keresztény hitre, és aztán később áttért az arab hitre, de erről a lakosságról van szó. Tehát a genetikai kapocs, ez azon kevés
tudományosan bizonyítható dolgok egyike, amik léteznek, és amik ide kötik úgy a zsidókat, mint a palesztinokat bizonyos szinten. Ide kötik őket Arábiában. Tehát ők nem egy görög nép volt, akik a tengerről jöttek. Hogy hívják a filiszteusokat? Azon kívül, hogy a zsidók nem tudták leigázni őket, de úgy tudom, hogy Egyiptommal is állandó harcban álltak, és valahogy kicsit úgy, mint az avarok Magyarország területén úgy eltűntek. Nyilván volt, aki elpuzult, volt, aki beilleszkedett, vagy beolvadt a környező népekbe, tehát valószínűleg ilyen módon, de mint kultúra eltűnt tulajdonképpen már a hódítások, tehát amikor a babilonok amikor a babiloniai fogság volt a zsidók számára, akkor még adót fizettek a filiszteusok, de aztán ők is valahogy beolvadtak ebbe a birodalmi rendszerbe. Igen, de amit ránk hagytak, az a nevük, igaz? Igen. A nevüket ránk hagytak. Visszatér, de nem annyira később, hanem akkor, amikor a római birodalom, tehát volt egyszer a babiloniai fogság, amikor visszatértek, megépül lassan a második szentély, és aztán a római birodalom. Sőt, bocsánat, még azért hozzá kell tenni, hogy a Hellén birodalom is ide nyúlt erre a területre. Ha jól tudom, hogy héberül a szekuláris zsidókat hiloniaknak hívják, az valami a Hellén időből származó kifejezés, mert hogy abban az időben, ezt valamelyik vallásos ismerősömtől hallottam, mert hogy abban az időben... hogy abban az időben tulajdonképpen a makabausok felkelése az tulajdonképpen nem csak a hellén uralom alatt, hanem annak az ideológiája ellen volt lázadás, és újra csak kialakult egy olyan fajta ellentét, hogy azok, akik őrizték a zsidó vallást, és azok között, akik el akarták hagyni, akik inkább a görög kultúrába akartak beilleszkedni. Tehát volt ez a hellén időszak, majd pedig a római birodalom elfoglalja ezt a területet, és egy darabig nyugalom van, tehát a római birodalomnak alapvetően az volt a politikája, hogy a helyi népeknek, vallásoknak az nem nyúlt. Tehát gyakorolják a vallásokat, de azért mégis egy birodalmi felügyelet alatt van az ország, és ez ellen fellázadnak, és a római birodalom azért annyira nem volt toleráns, hogy a lázadásokat is elviselje, úgyhogy időszámítás szerint 70-ben ugye le is rombolják a második templomot is. Titus diadalíve Rómában erről gyönyörűen tudósít, hogy milyen kincseket raboltak el a szentélyből. Nagyon sok embert megöltek, keresztre feszítettek, ugye abban az időben az volt a szokás, és erről Josephus Flavius ír hosszasan, ugye a zsidók háborúja könyvében, és aztán tulajdonképpen ez a terület római fennhatóság alatt van, és amennyire tudom, és javíts ki, ha esetleg tévednék, de az időszámítás szerinti 135-140 körüli barkokba lázadás volt az, ami annyira kiakasztotta a rómaiakat, hogy akkor azt mondták, hogy eltörlik a Júda királyság nevét is, és ezt Palesztinának nevezik el ezt a térséget, mert a zsidók ókori ősi ellenségeinek a nevéről. Tehát ugye ez a Palesztina kifejezés abból az időből származik. Igen, kétségtelen, a Palesztina kifejezés ebből az időből származik, és ami érdekes, hogy lehet, hogy a Bar Kokhba féle lázadás leverése után is sikerült rövidebb időkre restaurálni a zsidó hagyományt a templomhegyen, de ezek ilyen egész rövid és egész elszigetelt próbálkozások voltak. Tehát lehet, hogy elvben létezett egy harmadik, meg egy negyedik templom is. Ezek csak feltételezések, ezt mi nem tudjuk igazából. Amit biztosan tudunk Josephus Flavius révén az, hogy a második templomot lerombolták, és Bar Kokhbának nem sikerült
visszaállítani a szertartást. Tehát nem sikerült neki a makabeus trükköt megcsinálni még egyszer. Tehát azok, akik azt Igen. hiszik, hogy a 67-es háború csodáját még egyszer meg lehet ismételni, vagy az Úristent állandóan lehet ugráltatni, hogy csodákat tegyen, nem általában nem szereti az ismétléseket. Tehát Bárkokvának ez nem sikerült, a makabeus trükk, eljutott egészen Bejtárig, Dél-Jeruzsálem, aki ismeri Jeruzsálemnek a térképét, Jeruzsálem déli külvárosaiig, de nem sikerült elfoglalni a Jeruzsálemet, nem sikerült elfoglalni a templomhegyet, és nem sikerült felújítani a szertartást a templomhegyen. Tehát itt nagyjából véget ért a zsidó szuverenitás, vagy a zsidó vallási, meg kulturális, meg a zsidó civilizációnak a jelenléte, csak egyes pontokban maradt meg. És mindig van az a bizonyos Zinati család kintbe, akiket megemlítenek, mint azok, akik végig megmaradtak Izrael területén, a római hódítástól egész napjainkig tulajdonképpen. Tehát ők az egyik ilyen család, akik az összekötő kapocs. De nagyjából a zsidó civilizációnak a székhelye átevődött a közel-keletről máshova. Tehát ennyit igen, tudunk. De közben, ahogy te is mondtad, hogy a mai palesztin araboknak a genetikai állományában felelhető hasonlóságok a zsidókéval, főleg gondolom a keleti zsidókéval, de akik itt maradtak azért a környező helyeken, tehát Észak-Afrikában, vagy a mediterrán vidék a alsó részein, tehát vagy a Spanyolországban, Törökországban, ezeken a vidékeken, de ahogy ilyenkor lenni szokott, nem csak elmenekültek, ugye úgy tartjuk számon, hogy a galuti zsidóság, tehát a galut elkezdődik, amikor lerombolják a második szentét, tulajdonképpen attól kezdve nagyon nagy tömegek elhagyják ezt a területet, de mindig maradnak, illetve vannak olyanok, akik nem tudják megőrizni a zsidó mi voltukat, tehát a vallásukat, vagy a szokásaikat, hanem beolvadnak, tehát ahogy egyébként Európában is, ugye tudjuk jól, hogy azért nem minden zsidó tartja meg minden generáción keresztül a zsidó mi voltát, hanem feloldódnak a környező népeknek a tengerében, és ennek megfelelően lehet találni genetikailag ugyan hasonlóságot, de hát a népesség az ugye egyrészt eltűnik. Tulajdonképpen ezek után, a Római Birodalom után egy ilyen átjáróházzá válik ez a terület. Jönnek az arabok is, ugye a 600 körül, tehát Mohamed hódításai is, illetve az utódainak a hódításai is elindulnak erre felé, de itt a mamelukok, meg nagyon sokféle nép, gyakorlatilag olyan, mint egy kicsit, mint a Kárpát-medence, hogy ilyen átjáróház, a harcok területe, és egyébként amikor én az Izraelnek a gazdaságát, tehát azt, hogy mit termeltek, meg milyen volt egészen az aliák elindulása előtt, ez a terület lassan lepusztul, ez az egész terület. Tehát a valamikori Kánaán és az a jól működő, jó gazdasággal rendelkező terület az lassan lepusztul, egy ilyen harci területté válik. Ez ugye fokozódik, amikor a keresztes háborúk vannak, 1000 körül, és aztán így megyünk tovább egészen az Oszmán Birodalomnak a megalakulását, a kiterjesztést. Tehát 1500 utáni időszakban a törökök foglalják el ezt a területet, és az Oszmán Birodalom része. Egészen 1917-ig, ugye? Az első világháború. 17-18-ig, igen. Igen. És akkor itt kezdődik szerintem az izgalmas része nem csak az újkori Izrael megalakulásának, hanem a konfliktus kezdetének is. Te is így érzed? Igen, kétségtelen, de szeretnék csak egy pillanatra visszatérni a genetikai dolgokra. Ez egy nagyon érdekes téma, talán erről kéne szentelnünk egy egész epizódot, nagyon-nagyon érdekes, és csak egy dologgal nem értek egyet, amit mondtál. Az askenázi zsidók azok nem kevésbé, mondjuk úgy, izraeliek, vagy szentföldiek, mint a szfaradiai zsidók. Nagyon érdekes dolog, ha megfigyeljük a szórását a dolgoknak, akkor a zsidó lakosságnak az átlaga, a középpont, és a palesztin lakosságnak az átlaga, a középpont nagyon közel állnak egymáshoz. Közelebb állnak egymáshoz, mint a szórványok. Tehát mondjuk a zsidók között a jemeniek egy elég távoli szórvány, de az askenázi zsidók nem egy távoli szórvány, ez az elképzelés, Arthur Koestlernek ez a kazár elmélete, ez alapvetően téves. Az askenázi
az askenázi zsidóknak csak egy egész kis töredéke, mondjuk úgy, hogy idegen genetikailag. Betértek más vallásokból, ilyen pusztai népek, mint a magyarok, vagy egy kis töredék. A nagy részük, a döntő többségük az askenázi zsidóknak legalább annyira közel-keletibb, mondjuk úgy, mint a távoli jemeni, vagy az etióp, vagy ezek a zsidók közösség. Ez egy nagyon érdekes téma, a palesztinoknak meg a zsidóknak a genetikája, majd még egyszer beszélünk róla. Okay. De visszatérve a 19. századra, tényleg itt van a kezdeti pontja a zsidó nemzeti mozgalomnak. A palesztin nemzeti mozgalom bizonyos késéssel indul. Bocsáss meg, a zsidó nemzeti mozgalom azért az 1800-as évek vége felé jellemző. Tehát ugye a határkőnek szoktuk mondani, amikor Herzl Tivadar a Dreyfus per kapcsán rádöbben arra, hogy az európai zsidóság helyzetét nem az asszimiláció fogja megoldani, hanem a saját nemzet állama, tehát a saját országa. De ezzel párhuzamosan ott vannak a különböző mozgalmak, tehát ez a úgynevezett cionista mozgalmak, tehát hogy visszatérés a Cionra, visszatérés az őskori hazába, az már megjelenik az orosz zsidók, tehát az Oroszországban élő zsidók körében is, és együtt az összes nemzeti mozgalommal, ami egyébként ugye említetted az elején a Mácius ifjakat, tehát az 1848-as magyar forradalom idején is. Tehát ezek a nemzeti mozgalmak, azok a zsidókat is megérintették, és ennek kellett egyfajta ilyen kicsapódás ez a Herzl-féle Dreyfus per utáni gondolatsor, illetve fölépített egy ideológiát, vagy mondjuk egy célt ennek a népnek, arra, hogy visszatérjenek az ősi földre. De ehhez hozzájárult az Askala is, mint egyfajta nem csak ideológiai, nem művészeti, tudományos képzés, hogy önállóságra való törekvés is. Igen, mindenképpen. A felvilágosodás olyan, két eszmény alapul, az egyik a liberalizmuson, a klasszikus értelembe vett liberalizmuson, és a másik pedig a nacionalizmuson. Ez a két nagy eszme volt, amit a felvilágosodás hozott, és ennek a zsidók épp úgy részei voltak, mint minden más. A két dolog szervesen kapcsolódik egymáshoz, ez most nem az előadásunknak, nem a témája ezeknek a kapcsolatait kutatni, hogyan kapcsolódik a nacionalizmus a liberalizmushoz, és mennyire nem lehet klasszikus értelembe vett liberalizmusról beszélni nacionalizmus nélkül, ez egy másik előadásnak a témája lehetne, vagy másik beszélgetés témája lehetne. Viszont ami kétségtelen, hogy a herceli politikai cionizmus megjelenése előtt már volt először egy nagyon-nagyon erős keresztény cionista mozgalom. Tehát a mostani evangéliumi keresztények, akik támogatják Izraelt és a zsidók visszatérését Izraelbe, ezeknek megvoltak az elődei a 18. 19. századi Angliában, az Egyesült Államokban, van egy nagyon erős keresztény cionista mozgalom, Balfour tartozott ezekhez, Churchill, sok más keresztény figura, akik támogatták a cionista mozgalmat, ennek volt egy nagyon masszív vallási alapja is. Ez az egyik dolog. Ezt meg lehet találni ennek a nyomait Tel Avivban is, másutt is, Jeruzsálemben is vannak ezek a kolóniák, az amerikai kolónia, meg ami aztán később német kolóniává vált, Dél-Tel Avivban, tehát Jaffa és a mai Tel Aviv központ között nagyon izgalmas terület, tehát ha valaki ezt akarja kutatni, sőt, amit most úgy rendbe raktak területet a Tel Aviv közepén szinte, az is egy német ilyen település volt, mezőgazdasági település, amit ilyen cionista németek alapítottak, azután, hogy az amerikaiak elmentek, mert ők a sok betegségtől és egyéb atrocitástól inkább visszamenekültek az Egyesült Államokban. De nagyon izgalmas ez a helytörténeti része is a dolognak, ezt értem. Igen, itt vigyázni kell, hogy ne keverjünk össze kétfajta törekvést visszatérni a Szentföldre. Tehát voltak evangéliumi keresztények, akik támogatták a zsidók visszatérését a Szentföldre. És ugyanakkor voltak keresztények, akik ők maguk akartak visszatérni a Szentföldre, és voltak olyanok is, akik
nem vallási, hanem kereskedelmi és gazdasági okokból jöttek ide, és alapítottak itt közösségeket az oszmán birodalom égisze alatt, és kapták ezeket a kapitulációkat. Mik ezek a kapitulációk? Mikor a szultán lemondott arról, hogy ő ítélkezzen, vagy az ő törvénye ítélkezzen az ítélő franciák, török, franciák, olaszok, amerikaiak, stb. Fölött, hanem ezeknek a saját konzuliai ítélkeztek fölöttük, és ilyen exterritoriumi jogaik voltak, és úgy éltek az oszmán birodalomban, mint ilyen féldiplomáciai immunitást élveztek. Tehát volt ez a három csoport. Ezeknek egy része barátságos volt a zsidókkal szemben, és ezeknek egy része, mint a német templáriusok, akik nagyon ellenségesek voltak bizonyos stádiumokban a cionista vállalkozás ellen, és érdemes, hogy elgondolkozni, hogy mi lett volna, ha a németek alapítanak itt egy államot a Közel-Keleten, és nem a zsidók. Meg volt erre is egy reális esély. Nagyon érdekes történet lehet. De vissza szeretnék térni arra, amit mondtam, hogy a keresztény cionizmuson kívül volt egy nagyon erős zsidó vallási cionizmus. Gyakorlatilag a zsidóknak ez a szándéka visszatérni Jeruzsálembe, ez meg volt végig. Tehát a templom pusztulása óta, sőt, az első templom pusztulása óta a zsidók mindig vissza akartak térni Jeruzsálembe. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, főleg keresztény közönségnek, bár a keresztény hit, a vallás a hiten alapul. A zsidó vallásban van egy nagyon-nagyon erős etnikai területi komponens. Nagyon-nagyon erős területi komponens. Arról álmodni, visszatérek Jeruzsálembe, visszatérek Judába, ez egy nagyon erős komponens a zsidó vallásnak, ugyebár ezért imádkozunk Pesachkor, ezek a dolgok. Ez egy pont olyan erős komponens a zsidó vallásnak, mint az iszlám öt oszlopának az egyike. Tehát ez egy alapvető dolog, és ezt meg kell érteni, hogy szoktam mondani, meg kell érteni, hogy a zsidó vallás ilyen szempontból egy nagyon erős etnikai vallás. Ez egy etnikai vallás, oké? Nem egy univerzális vallás. Vissza akarunk térni ide. És ezek a rabbik, a Alkalai Kalisher, ezek a rabbik egymást követően hirdették ezeket a cionista vallásos eszméket, és Herzl. És akkor megérkezik Herzl a színre, és a politikai cionizmus, ugyebár. Igen, de ugyanakkor azért érdemes arról is beszélni, hogy abban az időben, tehát amikor még Herzl egyébként ugye meg is érkezik, és eltölt egy hetet talán itt a Közel-Keleten, és elég kimerülten érkezik vissza Európában, szóval a gondolatot nagyon fontosnak tartott, sőt könyvet írt róla, meg egyáltalán bízott benne, de ugyanakkor fenntartásai voltak, hogy egy európai hogy tud itt boldogulni ezen a Közel-Keleten, hiszen ez a terület az éppen abban az időben, tehát az oszmán birodalom ideje alatt azért egy elég elhagyatott és nem túlságosan kívánatos terület volt. Tehát ez már laktak itt arabok, de például amit tudok, az, hogy Jeruzsálemben akkor is a zsidó népesség elég nagy számú volt az arabokhoz képest. Tehát annak ellenére, hogy az ország népesség, vagy a terület népességének kb. 2%-a volt zsidó, de azok Jeruzsálembe, Cfáton, tehát ilyen a vallás szempontjából is fontos helyeken tömörültek. Hát mondjuk, ami a zsidókat illeti, volt ez a négy szent város, ugyebár azokban éltek zsidók főleg. Most beszélek az aliák, a bevándorlási hullámok kezdet előtt, éltek Cfaton, Tibériáson, Jeruzsálembe és Hevronba. És Jeruzsálembe, az óváros falain belül valószínűleg volt egy masszív zsidó többség is. A Jeruzsálembe volt egy zsidó ezt többség. Ezt egyáltalán minden statisztikában ezt olvastam, hogy volt egy erős zsidó többség. Igen. Most, ami az arab lakosságot illeti, itt meg kell érteni, hogy ez nem arab lakosság volt, hanem egy ilyen etnikai mozaik, itt voltak beduin arabok, ugyebár voltak falahok, különböző helyekről. Magyarázzuk, hogy mi a különbség a beduin és a falah között, jó? Na már most, az arab hódítás ugyebár megjelenik, a 7. században megjelenik az iszlám, a 7.-8. században elkezdődik a Levant, a Szentföld és a Szíria, ennek a területnek a meghódítása, hogy ez mennyire történt fegyveres eszközökkel, és mennyire történt úgy, mint most Európában bevándorlással, erről a vélemények megosztanak, de van egy ilyen expanzió, és letelepszik itt egy arab lakosság. És az arab lakosság, ez kétféle arab lakosság van, ez úgy, mint Káin és Abel óta. Vannak földművelők, akik egy helyben maradnak, ezek a faláhok, és vannak az állattartók, a pásztorok, ezek állandóan transzhumálnak, állandóan vándorolnak a nyájaikkal a újabb legelők felé, és ez a két lakosság él egymás mellett állandó surlódás. Elég, hogy mint Káin és Ábel, egy klasszikus emberi képlet, ugyanez megvan az arabok között.
Én mikor ezelőtt, tudom én, 20 évvel rendőrparancsnok voltam egy galileai településen, ott volt pár beduin falu is, és egy nagy téma volt az, hogy azok a beduin faluból egy lány hozzament feleségül egy falah fiúkhoz. Én beszélek ez a 1999-ről 2000-ről, még akkor is ez egy nagy téma volt, és a sejkek tanácsa kellett összeüljön, hogy ne legyen ebből gyilkosságok, vagy vérbosszuk, vagy mindenféle mesék. Hogy lehet az, hogy egy falah, egy földművesnek a lánya hozzámegy egy állattenyésztő, ez egy beduinhoz. És ezen az arab lakosságon kívül, a falahokon és a beduinokon kívül, itt vannak örmények, vannak türkmének, vannak cserkeszek, vannak drúzok, vannak szudáni rabszolgák, fekete szudáni rabszolgák, akiket behoztak és letelepítettek a folyók völgyébe. Ma inkább Jerikóba látjuk őket, Gisszerezárkába, sok más helyen afrikaiak, akiket itt letelepítettek, és még vallásilag is és vannak keresztények természetesen, főleg keresztények. Azért elég jelentős keresztény lakosság volt Jeruzsálemben is, meg nyilván Betlehemben, meg Názaretben. Igen, sokkal jelentősebb, mint most. Hát gyakorlatilag, is, igen, tehát ilyen szempontból a palesztin társadalom egyáltalán nem a multikulti felé törekszik, hanem pont az ellenkezője felé. Gázából például manapság szinte teljesen eltűntek a keresztények, zsidók nyilvánvalóan eltűntek, síták már nem léteznek ott, tehát a palesztin arab lakosság igencsak a homogenitás felé törekszik az utóbbi években, de azokban az években Izrael egy etnikai mozaik, az itteni muszlim társadalom egy etnikai mozaik. És ami a területnek a szegénységét illeti, van egy nagyon híres könyve Mark Twainnek. Ugyebár Mark Twain, tudjuk, hogy sok egyéb kvalitása mellett jó befektető nem volt, és teljesen tönkrement, és hogy pénzt keresem, elindult egy hajóútra a világban, és írt egy úti könyvet, ebből próbált pénzt generálni. És elérkezett ide a Közel-Keletre a 19. század közepén, és leírja, hogy mennyire puszta volt ez az egész ország, hogy egy fél napon át, vagy egy napon át ment lovagolt, hogy találkozzon egy emberrel. Annyira le volt pusztulva a táj, és annyira el volt néptelenedve itt a táj. Tehát a képessége ennek a területnek, hogy egy lakosságot fenntartson, nagyon-nagyon-nagyon minimális volt. És érdemes megemlíteni. Igen, bocsánat, csak eszembe jutott, hogy a gyerekeim a 6 évetben, én tehát 12 éves kortól a Gánsmer kibucban voltak, és a kibuc történetéhez tartozik, hogy az első generáció az teljesen ki is pusztult, tehát aki még élben maradt, ugyanis egy mocsaras vidék, és azt próbálták lecsapolni, és hát az első bevándorló generáció, annak ellenére, hogy fiatalok voltak, és erősek, de a betegség miatt, aztán pedig hát a sorozatos halálozás miatt, aki tehet az elmenekült, aki meg nem, az szegény meghalt. Úgyhogy egy második generáció foglalt el gyakorlatilag Gánsmert, és az alapította újra ezt a kibucot. És ez nem az egyetlen ilyen település volt, ahol megpróbáltak akár mocsár lecsapolással, akár a terméketlen földeknek valahogy a feljavításával próbáltak valamilyen közösséget létrehozni a betelepülő többnyire fiatal zsidók. Ugye ez egy valóban egy nagyon hősi korszak volt, de az is kiderül ebből, hogy nem egy ilyen kívánatos terület volt, hanem egy nagyon nehéz, kemény munkával lehetett ezt megfordítani. És ezt ugye még az ellenségénk is elismerik, hogy Izrael létezése óta, és ez nem csak az állam alapítása, hanem a bevándorlás kezdetétől tulajdonképpen egy nagyon komoly ökológiai javulást tudott létrehozni, a sivatagot vissza tudta állítani, sok helyütt termőföldé, mocsarakat csapoltak le. Tehát ezeket az eredményeket nem lehet letagadni, még azok részéről is, akik egyébként nagyon Izrael ellenesek. Ami nagyon érdekes, hogy ez tulajdonképpen mi történt itt? Itt az történt, hogy európai tökét, európai tudományt, európai módszereket vezettek be egy haldokló török birodalomba, egy kipusztult területre. Nyilvánvaló, hogy ez hatalmas változást generált. És ami érdekes, erről nem beszélnek soha eleget, hogy ez az országnak a hirtelen föllendülése rengeteg arabot vonzott ide erre a területre, a Közel-Kelet különböző, sokkal szegényebb részeiből. Ugyebár épp úgy, mint hogy a mai nap... Mai nap a migráció keletről nyugat felé megy, akkor is az immigráció akkor is keletről nyugat felé és délről észak felé ment, akkor pont ugyanaz történt, mint ma. Tehát Izrael
nagyon sok izraeli arab család tulajdonképpen akkor települt le Izraelbe, mikor a zsidók megérkeztek, és elkezdtek fölendíteni a területet. Erre van egy tanulmánya a Kedár professzornak, aki ugye a nevekből pontosan tudja, hogy az egyes családok, mert azért ezek nem egyenként jöttek, hanem ahogy szokás az araboknál, hogy családok, hogy kisebb törzsek, vagy nagy családok jöttek be együtt, mert hogy itt munka volt, és ezt a nevükből nagyon szépen lehet tudni, hogy honnan jöttek, és aztán hol települtek le, tehát az is a nevük általában ezt a két jellegzetességet tudja mutatni, hogy honnan jöttek, és aztán Izraelen belül hol települtek le. Igen, klasszikus családnevek, a Husseinik például egyértelműen Mekka környékéről jöttek, és a profétának a családjával vannak rokoni kapcsolatokban. A Zuabik azok valószínűleg észak-afrikai, a Mugrabiak azok észak-afrikaiak, más családok, Halabi családnév, ezek Aleppóból jönnek, Szíriából, és millió más ilyen példát lehetne. Masri ugyebár Schemben, Nablusban lakna, ez a nagy hamula, nagy család, a Masri család, Masri, ezek egyiptomiak. Tehát még a nevükből is lehet tudni, ugye, hogy mondod, nevükből is lehet következtetni, hogy honnan jönnek. És nyilvánvaló, hogy nem ilyen törzsgyökeres arab lakosságról van szó. De ugyanez a dolog, mikor mi történik, hogy adott területen elkezd a népesség növekedni, akkor előbb-utóbb surlódások keletkeznek. Nagyon-nagyon érdekes könyv, amit úgy hívnak, hogy 1913. Miért 1913? Mert ez volt a béke utolsó éve, mikor még a zsidó meg az arab közösség úgy éltek egymás mellett, hogy nem voltak surlódások. 1914 kitör az első világháború, a törököknél is megjelenik ugyebár a nemzeti gondolat, népek tavasza. Az oszmán birodalmat fölváltja egy török nacionalista ideológia tulajdonképpen, aminek aztán Atatürk neve fémjelez, de már voltak elődje is, és nagyon-nagyon türelmetlen politikát folytatnak úgy a helyi arabokkal szemben, mint a zsidókkal szemben. És erre válaszul indul el tulajdonképpen a palesztin nemzeti mozgalom. Tehát van egy pánarab nemzeti mozgalom, és van egy palesztin nemzeti mozgalom, és ez bizonyos fokig egy reakció erre a török nyomásra. Még egyenlőre nem a zsidókra, ez nagyon-nagyon érdekes, egy reakció erre a török nyomásra, és itt látjuk tulajdonképpen a palesztin nemzeti mozgalomnak a kezdetét, ami körülbelül 20-25 éves lemaradással indul a zsidók után. Ezt a bemaradást mai napig nem tudták behozni. Bocsáss meg, akkor még magukat nem is hívják palesztinoknak. Ez nagyon érdekes, hogy mikor lett téma a palesztin dolog. Tehát vannak már arab újságok a 1910-ből, 1911-ből, ahol látjuk ennek a helyi gondolatnak a kezdetét. Ugyebár mindig van ez a két gondolat az arab nacionalizmusban. Az egyik, van a Watania, meg a Kaumia. Az egyik a lokálpatriota nacionalizmus, a másik pedig a pánarab nacionalizmus. És ezek versenyben állnak egymással. Na már most. Itt a Közel-Keleten, ugyebár véget ért az első világháború, a nagyhatalmak felosztották egymás között a Közel-Keletet, franciák, angolok, stb., és a mekkai serif családjának, Husseinnek, a fiainak ígértek toronyorát lánccal, ahogy mondják, Szíriát, Irakot, mindent megígértek nekik. Miért ne ígértek volna? Meg akarták nyelni a háborút. És abban a pillanatban, amikor azt a területet megígérték úgy a franciáknak, mint megígérték a Husseini családnak, nyilvánvaló volt, hogy itt egy a hasemita családnak nyilvánvaló, hogy összeütközés lett. Persze a francia haderő nagyon hamar elfoglalta Damaszkuszt, elfoglalta Szíriát, a hasemita uralkodónak menekülnie kellett Irakba, és ez a nagy Szíriának, vagy a nagy pánarab birodalomnak az álma, amin egy hasemita uralkodó fog uralkodni, ez eltűnt. Ez eltűnt tulajdonképpen. A hasemiták elmenekültek Jordániába, elmenekültek Irakba, Franciaország átvette az uralmat Szíria és Libanon fölött, és itt maradt Izraelben, angol, vagy a Szentföldön, Palesztinában, itt maradt egy arab lakosság, angol fennhatóság alatt, akik elvesztették ezt a pánarab kapcsolatot. És akkor itt kezdődött egyfajta nemzeti, helyi nemzeti, lokálpatrióta nemzeti gondolatnak a kifejlődése. De te itt most kihagyod azt a fázist, mert szerintem ez fontos dolog, hogy ugye megjelenik a Balfour nyilatkozat, ha jól emlékszem, 17-ben, okay. És amelyben a britek a zsidó nemzeti otthon felépítésre kapnak mandátumot, és ez a terület valójában a mai Izrael autonómia, illetve Jordánia területét
jelenti. És egészen 17-től 21-ig, ha jól emlékszem, 22-ig, amíg végül is a mai jordán királyi családot oda betelepítik, valójában ez egy területként működik, és ez kvázi a zsidó nemzeti otthonnak a területe lehetne, legalábbis a britek szerint. Rossz nyelvek szerint azt hallottam, hogy hogy Churchill azért telepítette be ide a mai jordán királyok, azt hiszem a nagyapját, akit kirúgtak Mekkából, mert azt remélték 17-ben, hogy akkor most elindulnak az európai zsidók tömegével, és ide jönnek, de hát nem jöttek. Tehát az európai zsidók nem fogták fel azt, amit 20 évvel korábban a Herzl már elmondott, hogy az európai zsidóságnak nincs jövője, hazát kell neki találni ahhoz, hogy elkerülje a pogromokat és a különböző atrocitásokat, és mintegy megjósolva, megérezve, hogy a holokauszt réme ott lebeg a zsidó nép felett, hogy mennyire nem volt tisztában az európai zsidóság a veszéllyel, az mutatja ez is, és valójában az a vágy, hogy a 17-től a zsidó otthonban rengeteg zsidó be fog települni, nem valósult meg, és ezért Churchill azt mondta, hogy hát ha nem jönnek, akkor itt van ez a terület, legyen ez a Jordán királyság. És valójában ez a korábbi mandátum, palesztin mandátumot már akkor felosztották. Tehát ezt a felosztást úgy a legtöbb ilyen történeti áttekintés kihagyja, pedig szerintem elég fontos. Két dolgot hagynak ki. Először is a Balfour deklaráció, ugyebár ez egy kiáltvány volt, amit Weizmann későbbi elnöknek a közbenjárására az angol miniszterelnök adott ki. És a Balfour deklaráció önmagában deklaratív, tehát a birodalomnak a szándékát nyilvánítja ki, ami talán még fontosabb, amiről szintén nem beszélnek eleget, az a Sanremo-i konferencia volt, ami ezt a Balfour deklarációt a magáévá tette, és a Népszövetségnek a hivatalos álláspontjává tette. Ez egy dolog. A másik dolog, ami nagyon fontos, és erről se beszélnek eleget, hogy a britek avval a feltétellel kapták a mandátumot, hogy itt létrehoznak egy zsidó nemzeti otthont. Tehát nem a két szép szemükért kapták. A Népszövetségnek a nyilatkozataiban, már amennyire ezek a papírok számítanak valamit, ez volt a kifejezett célja a brit mandátumnak. Tehát ez még egy dolog. És ugye, ahogy említetted, tulajdonképpen a britek aláírtak egy csekket, aminek volt egy lejárási ideje a 20-as években. És a zsidóság, az európai zsidóság egyszerűen elszalasztotta az alkalmat. Ez lett volna az az alkalom, mikor idejött volna 6-7 millió zsidó Európából, akkor teljesen más lenne most ennek a konfliktusnak a térképe. Ez nem következett be. Alapítottak itt egy intézményt, egy kelyhet tulajdonképpen az európai zsidók számára, és ebbe a kelyhelybe tulajdonképpen, amit beletöltöttek, azok a közel-keleti afrikai meg afro-ázsiai zsidók. Tehát Izrael belső problémáinak egy része abból fakad, hogy a kehely, amit európai zsidók méreteire terveztek, nem pontosan felel meg, vagy legalábbis az első években kevésbé felelt meg annak a zsidó lakosságnak, amelyik ide érkezett. Rengeteg feszültség támadt ebből is. Ez is egy érdekes dolog.